Sziasztok! Üdvözlök ismét mindenkit bemutató videóim következő részében. Ma erről a Ferrari dizájnú sisakról lesz szó. Ez a sisak az én sisakom, úgyhogy saját ízlés szerint alakítottam, vagyis festettem meg. Főleg kokakdozáshoz fogom használni, épp ezért ilyen versenyzős stílust festettem rá. Azért gondoltam a Ferrari-re, mert ugye a Forma 1 a Ferrari-nek szurkolok kiskorom óta, és főleg Sumi fan vagyok, úgyhogy ő neki a, um, amikor hétszeres világbajnokkal volt 2004-ben Bel Belgában, a Spa Frankosa pályán, akkor, ugye, akkor készült ilyen kép róla, és akkor azt gondoltam át, hogy, hogy ráfestem Nos, amit uh, tudni kell a sisakról, ez egy ProBiker sisak volt, ugye képet tettem fel, állt, hogy milyen volt előtt, ilyen fekete és zászlós, kockázászlós, stb. dizájn volt rajta. Ez régi motoros sisakon volt, de uh, lett új sisakom, amit motorozáshoz fogok használni, e és ezt tett pedig kokardozáshoz. Uh, szóval, a legelőször ugye bele egy sisak, utána kapott egy fehér alapot, amire ráment ez a Ferrari piros szín. Azután pedig jött a jött a különféle um, design. <laughs> Jöttek a különféle csíkok, vonalak, stb. Amivel kezdtem, akkor legelőször uh, kialakítottam ugye a sumi aki arról mintázott fekete-piros sárga, német zászlós effektet, de ezt uh, gyöngyhasz színekkel festettem meg. Uh, ugyanúgy így, így, lentre is, mint hát, hogyha innen így alulról így jönne az aszló így hátrafelé, és akkor, és akkor itt ez így a, a, piros rész alatt átmegy, és akkor ugye a másik oldalán folytatódik ugyanúgy tovább. Ez ilyen csillivilli. Uh, ugyanúgy, amikor ú, úgy kezdtem a festést, hogy először ugye a sárga részt megfestettem, ugyanúgy a tetejét, ez, erre majd még később kitérek aztán á, folytattam a pirossal, és végül a, a fekete, fekete gyöngyház szint vittem föl, mert ugye ezek egy, egymást jobban takarják. Visszafelé mentem volna, akkor, akkor a feketére ráfújom a pirosat, nehezebben ö, jött volna, ö, nehezebb volna ö, nehezebben találtam volna ezt a átmenetet, ugyanúgy a sárgáról a pirosra is, az kicsit más, más milyen lett volna. Utána ugye meg lehet fújva így az elején és a közepén is a sárga, aztán persze volt maszkolások, a, a fine line meg maszkoló szalaggal ugye ki lettek ragasztva a piros részek, hát hogy ott, hogy a, a design ki lett alakítva. Utána ugye itt a narancs, narancs részt is belevittem, itt a elején is, valamint itt a két oldalán ilyen eltűnőbe, ami átmegy, vagyis ez a, a gyöngyház narancs így átmegy a Ferrari piros színbe. Azután, amivel folytattam, a, ö, megfestettem ugye a portrét általában így, hát hogy fényen legyen, megfestettem ezt, ezt a, ö, hát portrét, igen, legyen úgy mondva. 2004-es Ferrari ö, Form 1 autót Sumival, mint épp nyer, és azután, azután pedig ö, megfújtam halványan, ugye a többi dizájn részt, mint például itt a két oldalán a lovakat, ezeket ki lettek szóval a sablonok lettek felragasztva, és akkor azok úgy meglettek ködölve óvatosan, valamint itt a tetején az a logója, ilyen sárkány, valamint itt az elején is ugye a Mazahok -ok design logom, akkor utána, amint ez megvolt, akkor ide a tetejére a Ferrari logót, ide ugyanúgy a Mazda Design logókat, ide hat, hátulra a Ferrari logót, valamint ide is lentrel a csillagokat, valamint ugyanúgy a Mazda design -t. és akkor meglettek ezek is fújva, és amint ez kész lett, szóval összes sablon rész meglett fújva, akkor végül a sablonozás át lett, vagyis a ragasztgatás, igen, sablonozás át lett ragasztva, mert eddig le volt ragasztva, ugye a, a fehér gyöngyház részek le voltak ragasztva, akkor azokat fölfettem, hát hogy meg tudjam fújni, és legvégül lettek megfújva ezek a fehér gyöngyház vonalak. És amint ez kész lett, akkor utána ugye minden, minden le lett maszkolva, és a legvégén, igen, igen, erről már elfelejtkeztem, a 030. ez lényegében a születési dátumom is, mert 03, mint március, és 30, mint 30, és a harmás viszont a kedvenc számom azért, azért, nagyobb a harmás, mind a kettő ö, nulla, valamint kicsit ilyen, amit én belelátok, <laughs> az, azért úgy is nézhet ki, egy kicsit, mint például egy Forma 1-es autó szemből, hát, hogy itt ugye a két kereke, ez pedig itt a közepe a Forma 1-es autónak. Na szóval, amint, ja, még itt ugye ugye ugyanak, úgy fújva sumis részek, valamint a Keep Fighting Michael fölirat, hát, hogy ez is mutatva hát, hogy ki is bízom benne, vagy bízom benne, hát, hogy egyszer még fogjuk őt látni, mosolyogni. Aztán a sisak lakozásra került, le Lakozva utána már csak le kellett szedni a lakozást, vagyis a lakkozást, le kellett szedni a maszkolást, összerakni a sisakot valamilyen szinten, és aztán majdnem teljes műkdékben kész, még egy-két ilyen lakhiba van benne, ugye ami piszok egy kicsikem még benne maradt, az még ugye ki lesz majd polírozva, és utána tökéletes. Tökéletes lesz. Sajnos a plexi egy kicsit össze van már karcolva, nem, nem találtam uh, uh, még rá, hogy hol lehetne újat rendelni, vagy esetleg kipolírozni a, a plexit, ha esetleg valakinek van valamilyen ötlete, hát hogy mivel tudnám kipolírozni szépen a plexit, ami később uh, jó is működhet, mert már hallottam, vagyis um, információim vannak arról, hát, hogy volt, aki már kipolírozta a plexit, de utána sajnos mikor szembesütött a nap, akkor az annyira fénylét, hát, hogy vakította, vakította ugye a, a, az, embert, az embernek a szemét, vagy no, a, a szemét, és épp ezért hogy, hát, hogyha esetleg valakinek van valamilyen megoldása, ami aztán későbbiekben is használható, hát, hogy, hogy nem vakítana nagyon, akkor azt örömmel fogadom, mert akkor kiavítanám, és akkor a plexi is szép lenne. Úgyhogy lényegében így ennyit a sisekról. Bízom benne, nektek is tetszik, és köszönöm szépen, hogy velem voltatok. Aztán találkozunk legközelebb is. Addig is minden jót. Sziasztok!